Hosszas előkészítés előzte meg az idei erdőtörvényt. A módosító javaslatok fő célja volt, hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban maradjanak a törvényben. Úgy lehetne összegezni, hogy az erdőnek a hármas funkciója még gazdasági, egy védelmi és egy közjóléti funkció. Ebben próbáljuk tovább keresni az összhangot, hogy minél erősebbek legyenek ezek a funkciók, ezáltal minél fenntarthatóbb és jobb legyen Magyarországon az erdőgazdálkodás, ami egyébként nem nehéz, hiszen a közvélekedése ellentétben Magyarországon drasztikusan nő az erdőállomány, évek, évtizedek óta nő a magyarországi erdőállomány, az ez mégiscsak egy felelős gazdálkodást jelent. A módosítások jelentős hányada elsősorban arra irányult, hogy az erdők gazdasági célú hasznosítása kevésbé szigorú körülmények között történhessen. A korábbi erdőtörvényben ugyanis számos olyan kötöttség volt, amely hátráltatta az erdőgazdaságok hatékony működését. Ezek zöme természetvédelmi és hatósági megkötést takart, amelyek sok esetben teljesen ellehetetlenítették a magánerdők hatékony működését. Az új törvény szabadabb erdőgazdálkodást enged meg a gazdáknak, az erdőfelújítások ellenőrzése nagyon kötött volt a módosítás előtt, az első kivitelt is ellenőrizték, illetve szúrópróbaszerűen is folyamatosan ellenőrizte a gazdálkodást a hatóság. A módosítás után azonban az első kivitelése a folyamatos erdőfelújítás is szúrópróbaszerű ellenőrzési redukálódik, viszont a befejezési határidőt kőkeményen ellenőrizni fogják, és hogyha a befejezési határidőt elmulasztja az erdőgazdálkodó, tehát nem éri el az adott erdőterületen a csemete azokat a paramétereket, akkor bírságolni fogják mindaddig, ameddig a befejezési határidőt el nem éri ez az erdősítés. Ez egy kocsányos törgyes esetében akár 8 év is lehet. Az erdőállomány kétharmada magángazdálkodók tulajdonában van. Magyarország területének jelenleg több mint egyötödét borítja erdő, ami két millió hektárnyi területet jelent. Kormányzati törekvés, hogy 2024-ig 26 millió hektár legyen az erdővel borított területek nagysága.